Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélges és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Köszönjük Patreon támogatóinknak! Elemelem, Blacksheep, Navarik, Vangrizar, Ufer Valentine, Melchior, Miyamoto, Musashi, Slityu. Köszönjük szépen Twitch feliratkozóinknak! Los Blancos, Milan, Gofer Valentine, Norbi Papa, Amdos, Dobó Kapitány, Zolax, Lao, Esbence, Atomo, Salifater, Mjölnir Storm, Varug, El Petya, Akonag, Hightech és Dvangrizár. Köszönjük! Aki most nézi, mondjuk 15. év, vagy 11. év, vagy annak nem most pénteken, bazd meg, hanem elsőjén ennyit. De az a kezdve, szeptember olajozott gépezet vagyunk. Szeptember 1. Bulika itt. Lesz beer pong, fantasy beer pong, meg minden. Meg nem chill, minden, dumcsizunk, ilyen lightos, lighty beszélgetős születésnapozás, szaverna. Attila is hány éves, persze. Nagyon helyes, kitárgyalhatjuk akkor a mágust, a D&D-t, mindenis is, a Warhammert, Esti kalandját, minden, meg az addig azóta lehet, hogy lesz. Miért nincs csapat? Na miért nincs? Na majd kiderül, elsőjén papi elmondja évfélkor. Bye-bye! Sziasztok! Hello, sziasztok! Üdvözlünk ismét titeket a tavernában. Folytatjuk mágus kalandunkat ismét, és az Inquisitor csapatunk nyomában folytatjuk a kalandunkat. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Hello, bello! Előzőnek ugye eljutottunk odáig, hogy sem eddig, de megismerhetjük a karaktereit. Hát átmentünk egy új városba. Ez így van. Ott vagyunk Mysterium városában. Nyomozunk a élőholtak, az eltűnt holtak Az eltűnt után. Holtak nyomában. Így van. És kalandozók. Nem sokára a mozi kalandozók. És a kalandozók után is nyomozunk. Meg eltűnt, tudjuk, a polgármester a Jenőhöz. Igen. Jenő is, meg csendseltek. És éppen fogadóban vagyunk, reggel van, átmulatott estétek után. Mm-hmm. Azért volt ennél már rosszabb is. Volt rosszabb. Persze, volt a durvább. Ez csak egy ilyen klasszikus. Az nekem volt tegnap. Annyira nem toltuk durvát, hiába úgy tűnt. Mert ez... Attila hozzá... minden egyes részben másnapos basszal. Minden most, minden hétfőn. Hétfőn? Hát igen. Igyekszik az ember. Na valamit érted. Kihozok 110%-ot, csak kimegyek a pályára, és beadok mindent. Ja, szóval kicsi dorvézolás. Na, szóval jó reggelt, igen? Lent vagyunk? Lent vagytok, így van. Lent vagytok a fogadóból, kaptatok egy reggelit, és azt fogyasztátok éppen. Ja. Hát akkor elmehetünk ma, ha úgy van, akkor egy audienciát kérni a helyettes államtitkárhoz. Uh-huh. És akkor... Legyen az... arra gondoltam még, ne legyen az, kiátsszuk-e így a lapjainkat előre? Ha valami nehézségbe ütközünk, addig nem muszáj. Hát jó, de még már magának a vezető helyettesnek játsszuk-e ki alapjainkat elsőre. Hát abban az, hogy előtte utána kérdezni. Év múlvára kapunk mondjuk időpont. De előtte utána, azt mondom, hogy előtte utána kérdezni, hogy mondjuk te mit gondol, hogy mi a simlis, vagy nem simlis, vagy tud-e valaki valamit róla, mert pletykát, hogy régi izé, régen ez volt valakinek a valakia volt, és akkor esetleg megkérdezni valakinek a valakiét, mert ha oda megyünk, és azt mondjuk, hogy válaszol, hogy mi vagyunk, és azt mondja, hogy nem, akkor utána hiába kérdezünk meg, mert bárki más már, akkor megveszünk figyelme, meg elvarja a szálakat, meg dolgok. Tehát hát olyan nincs, hogy nem válaszol. De azt mondod, hát hogy van, akkor előbb és akkor politikai viszály. A csókának. Hát. Ja. Jó.
Van olyan, hogy nem válaszol. Azért ennek a város, ez elég nagy város, azért valószínűleg helyettes. Hát igen. Hát igen, és akkor az lenne, hogy akkor most sok akkor... helyettes ugye úgy kerül a hatalomra, hogy az elődjét... Aha. Az elődjére történt valami. De talán eltűnt. Hát jó, csak hogyha már kijátszottuk a lapjainkat, és utána nem válaszolnak, akkor ha... Akkor gondoljátok, hogy össze akar ütközni egy város az inkvizícióval? Nem gondolom, de lehet az lehet, hogy megkerüljük, azt mondják, hogy persze, persze, csak most nagyon izé, tudod, húzzák itt az időt, azt mondják, hogy persze, vendégül látunk, csak most nagyon sűrű minden, mert sokat dolog, és akkor elodázzák itt a izéket, hogy ne legyen belőle baj, amíg kiterjék, idejétek, hogy mi a fasz csináljanak azzal, hogy ugye itt vagyunk mi, és kérdezésködünk, érted? Mert erre gondolok csak. Jó. Ne sétáljunk be abba, hogy faszom! Vidgárd, abszolút igazad lehet, mi viszket. Rüfes vagy! Bazd meg, lehet lószörben volt ez a szaros párna? Viszket? Hát! És valami kenőcsödre? Leszni. Hát, van olyan, amitől nem érzi olyan annyira rossz. Mitől leszakadt? Van nálad pipa? Nincs. Nincs, akkor nálam. Ne, van pipa szerintem. De szivar van csak nálam, de ezt most nem tudjuk beletekelni. Nem pipázol. Ne. Egy kis haskát adok neki. Mi ez már meg? Jaj, tudom mi ez. Jaj, tudom mi ez. Ettől nem viszket. Az mondjuk biztos, hogy semmi másra érzek. Jó lesz, köszönöm. De köszönöm. Nekem is. Akkor te kezded. Oké. Meggyújtunk egy jó. Pipán. Én... Én izélek, nem tüdőzöm le. Csak így szájba. Csak szájba. Igen, mert... Nem segít. Nem segít. Hát tudom, hogy nem segít, csak nem akarok... Akkor dobjatok egy K10-et. Nem akarok szétesni, úgyhogy én nem... 6. Alá vagy felé kell dobni. Ugyanúgy, hiába nem tüdőzöm le. Ja, jó. Neked hanyas volt az egészséged? Egészségem 15. Mit dobok? 6-ot? D10. 3. Jó. Hát te jobban megérezted azért. Nem baj. Nem baj? Ez volt a cél. Nem neked ink is kellemesen elzsibattál. Jó leső, chilles hangulatba hozott. Na, és akkor kihez menjünk? Kit keresünk? Vagy ki alapján? Meg tudni kéne, hogy hívják egyen. Oda megyek a kocsmároshoz. Hallottuk tegnap, hogy már egy-két hete, hogy is hívják a városvezetőjét, a... Odenor? Odenor, igen, hogy ő nincs, de ki van helyette? Andrew Galland. Andrew Galland. Annyira rossz vagyok ezekben a nevekben, mert tényleg nem tudom megjegyezni őket. Valahogy ez... És honnan lehet őt felismerni, vagy mit kell róla tudni, mert mint hogyha mondták volna, hogy ki ez a... Te Vidgárd, nem tudsz valami, gyere már ide te is, meg... Mondjad! Na, te nem emlékszel erre a Galánra, a Andrew Galán... Hallottunk róla? A megbízás az eligazítás alkalmával? Nem, melyik volt ez, mintha... Lett volna valami... Az itteni helyettes, de bárja volt valami... Aj, de mi valamit mondtak, eljátszom ezt én tök izé, hogy... Hát egy régi tanár volt itt a varázsló toronynál, ugye? Ezt ugye tudjuk, hogy igen, ő egy régi tanár volt. Jaj, varázsló... Vágom. Oderonnak a régi barátja, ugye? Csak megkülönböztek, és akkor ugye ő... Ezt akkor tudja mindenki, ez ilyen common. Nem, mert csak ugye nektek egy kis visszaemlékezés, hogyha jól emlékszeltek rá, akkor... Ja, én emlékszem, de a karakterek nem. A karakterek nem, csak a nézőknek is, hogy ja. Tudják, hogy miről van szó. Jó. Tehát akkor, azt nem a kocsmáros mondja. Nem mondja, ő csak annyit, hogy egy régi tanár volt. Tanár. Most nem jegyzetelek, amúgy szoktam jegyzetelni, már hogy... Mint in karakter is előveszi a kis jegyzetkönyv füzetét, és amikor a izébe a temetőbe is van volt... Van írásolvasáson? Van. Oh. Nem gyorsan, de kérdezettel. Hát meg ilyen, csak ő el tudja olvasni, de senki más. Néha esténként így elveszem, azt kijavítom benne az ilyen... Jaj, ilyen pirossal, egyben üzenünk.
Te figyelj, mit kell, ez nem is olyan rossz. El tudod ezt olvasni? Ez egy hármas. Ez hogy tudod elolvasni? Ez hogy? Művészet, Breton, ja, művészet. Doktor vagyok. Égi tanárember, hát valami rém lett, igen. És akkor ő vezeti most a várost, amíg nincs igen. Itt a másik mágus. Igen. Ember, varázsló. Csóval vezeti a város? Igen. Na, szép, hogy nem láttunk kéregetőket, nincsenek olyan nagyobb nyomornegyedek, vagy ilyesmi. Nincsen, igen. Lopni se akartak tőlünk. Igen, itt nincsenek. Nem olyan rossz hírű, mondja, ugye elfejtettem a másik városnak a nevét, ugye, amit beszéltünk, sajnos nem írtam fel. Ugye van egy... Otthon megvan majd. Rossz hírű város. Valami vicces nevű, nem? Ahol ugye a Rálnak a városa, ott ugye az alvilágot nagyon jön. Ugyanazon sok a... Egy picivel arrébb van ez a város. Na, ez nem olyan. És ők mit gazdák? Hát, hogy itt normálisan figyelnek biztonságra az embereket, hogy legyen. Igen, jó vezető, meg hát ugye az Odenorra is nagyon jó vezető volt. Akkor jó. Hogy így elhagyta a várost? Nem tudunk róla, vagy nem igazán volt, csak annyit tudjuk, hogy elhagyta a várost, és hogy nincs a városban. Szabadságom van? Gyarol? Lehet. Mi nem nagyon tudok róla semmit. Kopasz. Elhagyja a várost. Lehet valami dolga akart. Nem hasonló. Ismerek egy balladát, ami arról szól, hogy elhagyom Misterion. Elhagyja Misterion. Elhagyom a várost. Ahol él? Ahol él. Így. Mindent itt hagy, mit Misterion adhatott? Így van. Igen. Holnap indulok. Öreg bárd volt, aki énekelte. Igen, és az a baj, hogy neked kéne egy kicsit dudolászni, nem? De várj. Neked, te vagy egy kicsit énekelni. Dudolászol. Hát most beszélünk az emberre, nem? Most hát csak akkor... bele nem dudolászol. Csak neki nem. Nem énekeled el? Én előveszek egy szivarkát, azt közben elkezdem rákcsálni, miközben beszélgetünk itt vele. Hát jó, elhagyta. Igen, egy nem nagyon. Vannak találgatások, valami politikai dolog miatt ment el. Politika. Valami. Beleizéltek a politikába. Igen, vagy lehet, hogy valami mágus, valami varázslós dolog miatt, így nem nagyon. Nem de mi az, amikor az együttállás volt, vagy micsoda? Ő utálta valamivel. Aha. Mi nem tudjuk a pontosabbat. Tehát állhatott valakinek érdekében ez? Vagy csak ő? Hát mondom, így nem tudjuk, hogy hova ment. Uh-huh. Nem igazán mondták meg, csak így tudjuk, hogy keresték páran, ugye akartak kérni, és akkor már annyi volt, hogy az Andrew van, és hogy ő az ideglenesen, ő látja el a feladatait, meg mindent. Uh-huh. És akkor, hogyha bármilyen olyan kérdés, hogy valami van, akkor ugye hozzáfordulnak a városvezetéssel kapcsolatban. És így ugye tudódott ki, hogy nincs most Odenor a városban. Kemény. Az. Kemény, ez nem értek ehhez az egész politikához. Akkor azt még van, hogy kérdezem, menjünk a faszomba. Köszönjük, köszönjük. Szívesen, látod, hogy nem sok dolga van. Finom volt a reggeli. Nagyon szépen köszönöm, hát hogy ez a tojás, igen, az specialitása is, így ugye amúgy. Igen, mondja, hogy rak be egy kis paradicsomot, paprikát, így amúgy egy kis jó szalonna zsírjában, és mesélgetted, igen, ezt szokta csinálni. Hát ez remek. Majd több napra vetted ki a szobát? Nem beszéltük meg, hogy mennyi az idő, addig vagyunk, ameddig vagyunk, aztán majd kiegyenlítjük a számlát, persze. Adtál le egy ezüstöt. Akkor ezek szerint majd megérkezünk, hogy nem. Szép napot! Viszont szépen. Nem az sok dolog van rajtatok kívül még 4-5 ember, aki ott iszogat. Nem lehet, hogy érdemes lenne elmenni. Esetleg nem tudom, hogy van-e itt a városban Kiel templom. Hogy? Hogy esetleg ott megkérdezni az atyát, hogy tud-e bármit itt a városról, a környékről, a politikai galantról. Helyzetről, a galantról. Ki ismeri a galant? Vagy... De szerintem amilyen infókat kaptunk, az tőlük kaptuk. Igen. Igen. Hát egyébként hogy indult volna ez az egész kutatás? Minden infókat. Gondolom, összeszedték az infókat, és azt továbbították nékünk vala. Azért hát a galantról tudnak valami extra, mondja a csapos.
Az angyal csak. Igen. Ha, nem hülye ez az inkvizitor gyereke. Mondja a macska. Jó gondolatot, köszönöm. Úgy bizony szavamra. Igen. De hát, valami extra tudnak ugye itt van egy templom, de nem kifejezett állat templom, hanem piaroni istenségeknek. Mindenféle? Ja. Piaroni egyház, tudod. Nem ész aztán. Minden van. Ez egy kártyát. No. Éppen ki az, aki tud vele foglalkozni. Igen. Barton meghallgat. Egyszer, biztos. Lehetszünk arra is, nem tudom, olyan jutott eszembe, hogy mert ez tanár volt akkor, hogy ami diákjai, vagy ilyesmi, milyen véleménye vannak róla, ki az, aki esetleg közelebbi kapcsolatban volt. Mi a jelentősége ennek, hogy most ő mennyire pozitív figura? Hát, hogyha valakit ismer, aha, akkor az lehet tudja jól olyanokat, hogy hát úgy meg nagyon nagy volt, ez mindig ilyen stebbi-stebbi arc, hát és jó, akkor de mindig... Hogyha pont úgy... egy diákot találunk meg, akit egyébként megbuktatott, mert tegyük fel, hogy egy tudatlan kis pöcs volt, akkor ez nem fogja azt mondani róla, hogy jó fej. Nem fogja azt mondani róla, hogy jó, hiszen rosszat tett de vele. De olyat tudni fog mondani, aki viszont jóba volt vele. És akit, ha azt találjuk az meg... nem mondana róla rossz. Kivéve, ha megmutatjuk neki a... Amit meg kell mutatni. Amit meg kell mutatni. Illetve elkérdés az, hogy hogy jutunk be. De ez csak egy ötlet. Galánhoz. Milyen jogon kérünk, hogy ne kelljen rögtön az adóásszal nyitni tőle audenciát. Esetleg... Nem ad az audenciát, vagy nem a... Hát adóásszal közünk, akkor nem hiszem, hogy bármilyen válaszol arra, hogy amúgy... Igen. Jó fej, vagy mi van vele? Hát figyelj, izé, hova tűnt a... Nem jó tűkonsági nap van. Akár lehetünk, nem tudom, valami expert hullaszakértők, akik a hullák eltűnésének nyomában nyomozunk. Hát, rövid életű lesz azért kamu sorozatom a hullaszakértésre kell, hogy azt tudod, és hát nekem meg, hogyha bármiről, jobban szeretem az egyenest, hiszen az igazság csak is igaz szavakkal szól. De te a kört szereted jobban, nem? Nem az egyenest. Az első, hogy nem mosolygod. Hát mégis csak ki a szimbóluma. Elvágom. Két. Szíveske. Szíveske. Hát jó. Oda is mehetünk, közben kapottatunk, hogy hello, mondd el, mit tudsz. Kitől? Galantól? Hát. De az kicsit, nem tudom, hát ugye lehet beválni, még nem kérdeztünk ki főmágust, úgyhogy ezt is el kell kezdeni. Én adom. Egyelőre a temetés holnap lesz, ugye? Két napot mondok. Holnap ez a temetés, ma még van időnk esetleg neki utána nézni dolgoknak. Vagy hogy, hát jó, viszont arra kérdezsz, hogy mi, ha úgy állnánk hozzá az egészhez, hogy ugye a alapból csak a izé után nyomozunk. Az Karabeusz. Nem. A hullák eltűnés, és ő miért nem foglalkoznak vele. És ha már ott is kezd gyanúsnak lenne dolog, akkor meg azt mondjuk, hogy most akkor most már rendesen ki kéne itt húzni a szöget a zsákból. Nem tudom amúgy. Hogy kell hozzáállni a mágusoknak? Eddig csak mi van akkor, hogy csak simán elmegyünk a városőrséghez, és ott valaki fejessel beszélgetünk, hogy mi a faszért nem nyomoznak normálisan a hullák eltűnése ügyében. És azt fogja mondani, hogy Oderon elrendelte, hogy... Jó, de már nem Oderon van. Hát, aztán azt mondja, hogy a Galán is elrendelte, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor viszont vele akarunk beszélni, és akkor viszont már egy városőrség parancsnok meghívásával kell beérkeznünk. Ja, ezt tudom. Ez jó, legyen ez. Esetleg. Aztán lehet simán csak azt fogják mondani, hogy nem akarnak pánikot kelteni, meg nem tudnak semmit, meg nem jutnak tovább, ami meg mondjuk elég amatőrségnek tűnik. Nem hiszem, ez valami kummantás szaga van nekem itt.
Humangarra. Hát menjünk el a városőrség barakjába, amit tudjuk is, hogy hol van, ugyanis tegnap megkérdeztük. Hát elmentek a városőrségre, akkor ott fogadnak is titeket. El is vezetnek az egyik parancsnok, vagy nagyobb rangú kapitányhoz. Fogad titeket egy ilyen kis irodaszerűségbe, és miben segíthet, hogy rajtad. Csendben vagyok, nagyon mosolyog, és csak minden fogdasom. Hú, de milyen ez a szörme? Milyen anyagból kezd? Milyen szép ez a pók. Az az jó, az nem. Pók! Észre is veszel egy pókot a sarokban. Igen? Igen. Akkor... Levelize. Csapás. Csapás. Akkor rádobom a macskát. Kap. Hölgy meg! Hölgy meg! És befekszem az asztal alá ilyen csecsemő. Hölgy meg! Jó! Kap de! Pók! De van idomítva a macska, csak ezért van, hogy pókokat eljön. Hozzácsapódik hát a falhoz, leesik. Meg? Na, jó. Most bírja a cicó. Hát én nagyon furcsán néz rátok a város. Én nem láttam az asztal kapitány. Elnézést a... Intermezzóért. Kapitány uram. Cicuka, hogy... Valami problémája van a barátoknak? Nincs. Alapvetően a nem kedveli a nyolclábú teremtményeket. Sérült? Nem. Szóval tűnik. Visszatérve, amiért jöttük. Pontosabban elkezdve. Elkezdve, amiért jöttünk. Hogy is lehetne ez szépen, és szerintem belecsapog a közepébe, talán ez a legegyszerűbb. Menjen az! Az eltűnések, a holtest eltűnésekről érdeklődnénk, hogy feltűnt, hogy úgy nem téma ez itt a városban. Ami persze, egyrésztről nagyon is jó történet, hogy nem téma, mert nem kell itt, hogy boldog-boldogtalan arról beszélgessen, hogy időközönként meglehetősen nagy gyakorisággal tűnnek el holtestek a temetőből. Igen. Viszont azt is, mintha észrevettük volna, hogy nem nincsen az a vágy, az a tűz, az a tenni akarás magukban, amivel... Mint hogy azt látnám, hogy minden erejükkel azon ügyködnének, hogy ezt a tettest, vagy ezeket a testeseket, akik ezt csinálják, elkapják. Felmerült bennünk a kérdés, hogy miért, ugyanis mi nagyon segítenénk, nagyon szívesen segítenénk ezen gazemberek elfogásában, akik megbecstelenítik azokat a dicső polgárokat, és iszonyat jelékes szólóan meg akarom győzni, hogy most bologat, akkor... Bologat, bologat. Szabad meg tudnom, hogy honnan tudnak önök a holtestek eltűnésére? Persze, szabad. Van egy ilyen. Ez a... Láttál már ilyet? Mert most loptam. Kinyírtam egy csávot, és elvett. Van itt egy ilyen, nagyobb P betűből érkeztünk egyenesen. Nagyobb P betűvel? Van valami, ami miatt gyanakodnak valami miatt? Mert, vagy esetleg valami boszorkány állhat a... Hát, vagy valami szekta. Szekta? Mi nem tudunk semmit, ez a baj. Ez a legnagyobb baj, drága kérdés. Már látszik, nem... hogy máshogy néz másik szemmel azzal, hogy mutattátok, de... Hogy nem nagyon tudunk azért kicsit bizalmatlannak semmit, tűnik. Úgy kellene, és úgy gondolom, hogy az tudunk úr, az esetről, dolgozunk is az ügyön, a Anrúr, a városvezetőnk vezeti ennek a, átvette a nyomozását, és ő nyomoz az ügyben. Talán, hogyha ebben szeretnének valami pontosabbat, akkor ő az, aki ebbe tud valami több információt elárulni, ez a legkompetensebb az ügyben. Esetleg tudna egy meghívót küldeni az ön aláírásával, hogy mégiscsak egy prominens személyiség. Persze, természetesen elintézek egy találkozót vele. Mondjuk egy
két óra múlva, hogyha önöknek megfelel, akkor intézek vele egy találkozót. Itt létünket azért kezelje bizalommal, hogyha természetesen, bizalmasan. Természetesen. Egyébként Unruh úr előtt ez az Oderon úr volt az, aki vezette, vagy a városőrség ön volt az, aki vezette ezt a nyomozás dolgot itt a élőhalottak. Mert úgy tudjuk, ezben pár hónapja már azért fent áll a logot. Igen, igen, igen. Mi nem tudtuk rájönni. Volt, hogyha figyeltettünk sírt, akkor őrt állítottunk a sírhelyéhez, vagy egy sírhelyhez, akkor volt, hogy el se tűnt, miután magára hagytuk, akkor tűnt el, de hát nem ennyi, hogy nem lehet minden nap egy embernek itt, akit ezért oda teszünk. Értem, ezt leírom, és le is írom. De aha, volt, hogy... volt olyan eset is, hogy tégla kérdőjel. Az őr tűnt el. Igen, hogy eltűnt az őr, akit oda helyeztünk, hogy őrizze több sírt. Örökre? Igen, azóta nem került elő. Gyanítjuk, hogy igen. De a holttestem sem került elő. Ó, szegény. Lehet, hogy felhasználták ugyanúgy az ő holttestét is, mint az új holttestet. Előfordulhat. Zombi maffia? Van olyan személy itt a városőrségben, aki mondjuk okozott már mondjuk fejtörést egyszer-kétszer. Nem. Mindenki, hogy mondtad? Nagyon szépen fedhetetlen. Igazából szigor tartunk az őrök között, hogy... Szigor meg a bizalom az két különböző dolog. Bizalommal vagyunk. Nem volt köztünk olyan, aki... Csicska. Igen. Ezt mindenki tudja? Nincs. Emlékszem egy bárdra. Fura volt, úgy zene nélkül csak a szöveget nyomta. Az nem ő volt. Az volt. Bocsánat. Szóval. Tehát akkor az összes emberébe megbízik. Így van. Hát meg különben kirúgnám, hogyha nem bíznek benne. Akkor csak mondhatjuk, hogy nagyon rosszul, vagy gyengén rejtőzködnek a sírok mellett, hogy így rájöttek, hogy mikor állnak őrök, és mikor nem állnak. Nem rejtőzködött ott sem. Aha, értem. Nem rejtőzködtek. Nem rejtőzködtek, kérdője. A hülye városon parancsnok, ennyire hülye. Nem, csak így, csak passzívan. Aha. Jó. Mindenki városőrként kezd, csak van, aki tovább tanul. Szóval, és ez az a Galán úr. Ő esetleg meg sokszorozta a jelenlétet, vagy valami extra szemmel látható változást próbált itt elérni mostanában? Hát átvette ugye a nyomozást. Igen. Nem veszi igénybe a városőröket. Nem? Nem városőrökkel nyomoztat. Nem nagyon tudok róla mást így elmondani, tényleg azt, hogy esetleg tőle tudnak. Mi már ezt ugye lezártnak tettük, és igen. Mi nem nyomozunk utána már. Van esetleg valami olyan feljegyzési romány, ami összeszedi ezeket az eltűnéseket, ezeket a eddigi talált bármilyen nyomokat, lábnyomokat, észleléseket, alakokat, amiket hallottunk már, hogy esetleg... Minden nyomozati anyag. Galánd úrnál végződött? Annor úrnál, igen. Sejtettem. Gán, az összes anyag... Oké. Anoruru. Oké. Van még kérdésük? Nem, inkább csak megköszönjük a segítséget és a... Szívesen. Közbenjárás, közben. Mi? Így van, ízben. További kellemes napot kíván. Dicsértessék? Akkor 7 órát, ezt itt megvárjuk? Vagy mi lett végül is? Ezzel? 7 óra múlva ajténél a... palotánál, vagy a toronynál. Igen. Oda kell majd jutnunk. Csipjétek ki magatokat. Ja, öltözzünk fel, keressünk valami, mégiscsak azért
nagyon jól mondod, Leslie, hogy az udvari etiketnek megfelelő módon, ruhában, és ez milyen kultúrkör? Sima rendes piaroni kultúrkör? Tehát akkor, az, akkor ismerjük az öltözködési udvari etiketet? Nem, nekem külön. Van udvari ruhában. Nekem is. Nekem meg kultúrám van egyes szinten, kettes szinten. Hármas szinten van. Három, egyes. Egyes, kettes. Három, négyes, négyes etikettel van, csak mondom, piaroni. Etikett? Megeszem a jetiket. Na akkor lehet tudok tanulni tőled, Leslie. Mesélj, menjünk igen, el, igen, azt igen, nézzünk igen. Be egy boltba, vegyünk alkalomhoz illő öltözetet. Így van, mindig figyelni kell rá, hogy amikor így vagy, akkor a nyakkendőt így fordítsd, és ne pedig amúgy, ne legyen amúgy. Aha. És a harmadik gomb az mindig legyen kigomba, és egyéb hülyeségeket mondok, amik nagyon fontosan. És ez tényleg létező dolog, hogy ha bemész fegyverrel ilyen helyekre, akkor ilyen pengevédőt kell a baltára tenni? Mhm. Ó, faszom. Ez még... És ha nem van vagy akkor paraszt, erőt, akkor illik hogy... díszeset, nem csak sima bőrt, hanem akkor abból van olyan, ami meg van mivelve. Ja, láttam már ilyen... picsaság. Szerintem. Hát ma picsa leszel te is. Na, ja, még akár egy borbejhoz is elmehetnénk, kicsit, hogy felfrissíteni a szakálladat. Egy kis olajjal, egy kis... Friss, illatot. Az megmostam reggel? Tavaly. Tavaly reggel. Oké. Okay. Friss. Jó. Mert van valami baj a szakállal. Igen, jobb, hogyha figyelünk, hogy mert múltkor is, amikor ki akarták kefélni, akkor lószőr kefe volt. Ez egy olyan volt a feje. Emlékszel, hogy a kis pattanásokat, így lemedzett ki. És ott kellett nyomogatnom, meg balzsamot. Akkora volt a szememben, az megint egy kibaszott tehénnek a heréje. Igen, olyan szaga is volt. Ő, bazd meg. Be volt tagadva, nem lehetett ki a szakállamba a lószőr. Úristen. Ki el segítsen az utamon, hát ilyet nem... Ne. Segít, bíz, ki el útjai kifürkészhetetlenek. Ebből is csak tanultál. Az élet egy tanulás. Úgyhogy kurva nem fogok felfrissíteni. Jó van. Csak egy ötlet jó van, volt. Ne akarná megnyitni a törpet. Csak a szakállamat nem. Csak a szakállamat nem, igen. Majd elvarázsolom, hogy ilyen azért úgy nőzzön ki. Ja. Illúzióban, hogy a kis ilyen kis csimbogok, aki így járnak azoknál. Jó van az. Jó van az, nincs ezzel baj. Na, de így jó, vigy le, izélem. Úgy jó. Jó, zsíros hajó. Úgy jó, persze. Én veszek olyan kis izét, mint a boszorkánymestereknek szokott lenni, az ilyen kis fém izé, amit a kopaszok felvesznek. Ilyen fém kupola hajszerű lófasz, nincs meg? Nincs. Mint a vitász. Vékony mint a fém lemez. Aha, vékony fém lemez, gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen bukós is, aki ilyen vékony fém lemez, így bejön. És izében nincs. Vitász. Nincs, vitász. Nem, de elég. Mókáson nézhet ki. Nagyon. Csak hát a hegeket elfedés. Kevésbé vagyok. Ez. Nem tudom, ez jutott eszembe most. Tehát ilyen? Ilyen? Aha! Igen, igen, igen. Ott az... Nincs meg ez? Édes magyarul, mutasd meg szegény... Szegény nézők? Ne, igen. Szegény... Nem hiszem, hogy sokat látom. Abba talán jobban. A másik. Ebben. Abba, de hát mindenki ismeri vitázt, azaz. Igen. Igen, jó kép ez. Hát igaz? Jaj. Hát ez nem vitász. Nem vitász. Nice. Úgy érzem ebben. Miért akartál te ilyen szociális karaktereket, hogy itt... Itt is jó. Ki fog mondja az agyam. Jó, jó. Te választod. Én tettem ezt. Te tetted ezt, király. Igen. Így szagra gyűl az éjjivad. Hogy? Tényleg? Nem éreztem eddig semmit. Ha veszek akkor ilyen bili fejfedőt. Meg valami szép ruhát. Veszek egy szép ruhát. Valamilyen... Milyen nap, szak van? Nyár, ősztél, nyár van? Akkor egy ilyen különböző citromsárga, narancssárgától a pirosasig ilyen átmenetes ruhát veszek, ilyen kis kis köpennyel. Valami faszak is ezért. Mennyit szánsz rá?
Egy aranyat rászállok, ha úgy van. Nagyon szép, és csak a sajátodra, vagy hármótökére? Ez csak a sajátodra, mindenki vegyen magának ruhát persze. Hát nagyon baszó ruhát kapsz, tényleg még utánad is fordulnak, meg is néznek. Hát mégis csak megyünk valahova, hát nemes genyók vagyunk. Találtam. Ah, hogy ezt az ilyen fél. A wizardok is ezek hordják. Jó. Medieval wizard school cap. De ez azért volt, hogy eltakarják a kopasságukat. Szerintem igen. Vagy azért, hogy eltakarják a tetveket a kopasz fejükön, meg a keléseket. Ó, Merlinem is volt. Ó, inkább hozzam. Én oda tippelnék a kelések. Nagyba. Mert azt tudjuk, hogy a spanyol gallér az a melyik, valamelyik nem a betegségnek vannak ilyen a nyakon kiütései. Igen? Valami igen, tényleg. Talán, nem. Tényleg van anyád Merlinen is ott rajta, hallod, beszársz. A Merlinnek is volt ilyenje. Valamelyik nemű betegségnek volt, hogy spanyol gallér az az irányadó. Szerintem, aki Miki egérbe kopaszodott, ezt felnyomta magára. Nem én. Majd... Neked nem lenne jó. De nem Miki egérbe kopaszod. Te ilyen Tomahawkba. Ilyen akkor a mondani, negatív. Nem szabad mondani, az én mesélének te nem kopasz. Ne. Negatív. Dúshajába, tép a szép az el. Jaj, bocsánat. Ja, school capnek hívják. Wizard school cap. Ja. Én azt mondom, hogy fogad titeket ez az árul. Kicsit. Meg. Szeretem. A vimpi arról. Az úfi arról. Jó volt az adal, emlékszem, hát még te is énekelted, egész jó show volt. Így úgy kell, két deci vodkát, az úfi arról. Kísérő, na, viszont majd, ha fogad meg, akkor már lehet, nem kéne énekelni. Jó. Mag csak, hogyha megkérnek rá. Szóval elegántébb a kicsapat. Kis, de én nem fizetek egy aranyat, ez biztos. Valami jó, de is kapsz valami mizét. Valami egy aranyom van. Én nem kettő. Tudom én, öt. Aranyezüst, az hogy van váltó? 10? Megkérdezed az árustól? Nem. Akkor egy arany, egy ezüst. De most csak neked 2 ezüstöt ad érte. Nem az a váltó. De mi a váltó? Csak tudom, baznak, 3-as kultúrában. Van számtalanod? Van. Nem á. Te most tényleg okos vagy. Van minden, nem van. Hát van ez komoly. Leverboy, megtanultam múltkor, amikor mindenért leszíttál minket, hogy ja. És van számtanod, is tudsz beszélni, és és lélegzés van, tudsz lélegezni. Meg tudom becsülni az értéket. Nem basztak át a ruhával, de tényleg nagyon jó kaptál. Egy arany az 10 ezüst, és 1000 réz. Egy akkor, ezüst, az 100 réz. Értem. Akkor 3 ezüstér. Jó. Az olyan már... Az is nagyon szép ruha amúgy, de hát ahhoz képest... Nem, az... Arany fonal van. Az arany fonal, ez kurva jó. De mennyit költöttél? Egy aranyat. Egy aranyat? 2 aranyam van. Legyen. A kiúk ilyen. Hogy kell bűnbe kísérteni a kiápapot? Hú, de szép ruhád, mennyi volt? Egy arany, akkor én is költöm rá. Egy arany, egy ezüst. Akkor én azt egy arany, egy ezüst. Ilyenek csak a felszerelésre, meg ilyenekre költenek, hát akkor ezt kell. Aja. Okay. Okay. Nagyon baba ruhát kaptam, most te csövesebben nézel ki, mellettük nagyon szakasznak. Slash a szarom. Eddig is. Ha mindenki megnéz titeket az utcán, eléggé szép jelenség vagytok. Hát így már jó vagyunk, titkos szövetkezett aranyruhával. A legfeltűnőbben. Mi mindig ezt csináljátok? Hát pont így fogunk eltűnni a legfeltűnőbben, utána csak tényleg egy inkvizíció. De vörös remélem mindenkinek. És van benne haranggal. Vörös, vöröses serges. Kis kalappal, tudod, nagykoréjos. Akkor pirosba kellett volna. Hát piros, van piros. Az enyémben van piros. Te piros vagy? Új. Van benne piros. Senki nem számított ránk. Nem. Az enyémben is lesz akkor piros. Akkor mindenki éve lesz piros. Piros, fehér, zöld. Milyen, mi az, van valami színe kiállnak amúgy? Kiállnak? Én annyit tudok, hogy 2 egymásba karoló kör a jelképe, aminek a metszetében időnként van egy figura.
mi egy ilyen borhemeres. Egy marin, egy space marin. Figura az a érintő két csávó, nem? Tudom, hogy akkor néz, akkor piros, piros. Én eladom a pirosat. Jó, ha haladunk, nem? Felöltöztünk. Szuper. Szuper csinos mindenki. Frissen lefürödve. Nem volt rá két óránk. Hát, tök szuper, tök csinosak vagytok. Tényleg megnéznek titeket a lányok. 17-es szépség után még oda is jön egy-két nő hozzád, hogy ha akarsz, akkor ma este. Hello, hello. Megadom a számom, meg minden. A hatos házba. Hat. Fő utca. Második emelet. Fönn az emeleten balra az első ajtó. Ne a második, mert ott a kis... Ott a hugom van. Ott a hugom van. Ott anyám van. Ne. Igen, tényleg így mennek. Mennek hozzád amúgy lánykák így oda, hogy szia, szép fiú. Nem érdekel egy menet, meg hasonló. Ingyen is megcsinálom. Korán van még. Mi? Korán van még. Szóval két egymásba fonozó karika fényből készül, a szív felett a teremtés hagyományosa arany vagy réz, zárója meleg. A meleg pusztítás réz? Ezüst vagy acél hideg. Szóval egy ilyen réz, arany, arany szín, meg ezüst. Ez a kettő. Uh-huh. Hát most akkor mi a teremtésben fogunk hinni inkább. Teremtsünk új kapcsolatokat. Az így van. Aztán majd amikor előkerül a bal, lekerül a baltámról. Ímesztetek bele ide a szívemhez két karikát, egy arany ezüstöt, az megvan. Lekerül a baltámról a védő, akkor az ezüstös. Jó, szép. Vagy aranyos, mert ezüstös a baltád, mert én. Azt mondom. Ocean. De neked hanyas a karizmán? 14. Ah, hozzád is akkor, te csúnya vagy. Ja, te nagyon csúnya vagy. Hozzánk képest csúnya, nem úgy alapvetően. A 10-es az egy most tök azért átlag. Eléggé kihangsúlyozzuk azt, hogy milyen szépek vagytok. Ő egy átlag. Ha ott vagytok egy csoportban, sok csúnya lány, egy szép, akkor az ott nagyon kirúgva. Ilyen szép lettek, hogyha így megcsonkítva is 14 vagyok. Szóval te is kapsz ajánlatokat csajoktól. Milyen hívő vagy, hiszen voltam a mi urukok. Amiben akarod, abban hiszen. Nagyon jó! Hát... Gyere este, és elmesélek mindent! Előző karakterod is megkapta ezt, hogy neked elég, hogy csak szép vagy. Okos is egyébként. Igen, nagyon tudom, csak. Csak nem kell, hogy tudja mindenki. Okos ember mindig akkor a legveszélyesebb, hogyha hülyének nézik. Igen, ez jó. Ez okos. Szóval eljutottatok a Hán úrhoz, fogadott titeket ezt így. A nővel tényleg megbeszélem, hogy este jöjjön a fogadóba. Így van, hát elő fogok adni neki egy 4 órás szertartást. 4 nő. Ki erről? És ott vár. Szekta! Szekta! Áldozzuk fel őket? Lehet, hogy saját magunk ellen nyomozni. Ez az, magunk ellen kell nyomozni. Duplán a magunk ellen nyomozunk. Majd két hónap múlva a harmadik karakterek, akik az áruló inkvizitorokat. Szerintem a várossal van baj. El kéne kapni az áruló inkvizitorokat, akik egyébként. Szerintem a várossal van baj. Szín a levegőben van valami. Igen, igen, összerak. Szerintem elpusztítottuk. Nem biztos, hogy lesz a következő rész. Igen, remélem szerettétek a mágust. El kellett veszíteni. Olvastam, hogy már nagyon hiányolt. Tessék! Nem ezt kell hibáztatni. Minket! Ismétel, és are you entertained? És are you not entertained? Hát igen. Eddig hiányolták a nézők a mágust. Ja, megyünk a... Szóval árul, galán. Igen, árul, galán. Már bent vagytok, mert minden fogadott. Ott ültök nála, az asztalnál, üdvözöltiteket. Csak bocsánat, így megpörgetem azt, hogy a salang eltűnjön, hogy talán valami eljusson a sztoriból is hozzájuk. Ott ültök az asztalnál is. Mondja, hogy miben segíthet nektek. Hallotta, hogy az inkvizíciótól adtok. Ékeszolóri ember. És hogy nyomoztok. Elköpte, hát direkt mondtam neki, hogy ne szóljon semmit. A hülye. Csatt. Csatt a hajába. Az. A padlóra le. De dulván. Igen. Hátra vinni, megbotozni. Így. Egy dolga volt, hogy ezt nem mondja el.
büntessék. Hát azt hiszem, akkor mindent tud, tehát igazából... Mi lenne a kérdésük, vagy mire kíváncsiak? Hogy maga mit tud az eltűnésekről. Te mit tudsz? Mi nem mivel régen érkeztünk. Igen. Ország... Hallottam róla. Önnek sokkal nagyobb a rálátása és a tudása ezzel kapcsolatban, mint nekünk. Kéne egy nyom, egy bármi, amin el tudunk indulni. Hallom, hogy tegnap érkeztek, eljutott hozzám ez a hír is. És hogy inkvizítorok, ez is eljutott már hozzám. Nem. Ez most úgy érzem, hogy nincs helye. Nincs helye. Minek? Dalolni fogsz? Nem, annak főleg nem. Hát annak arra, hogy bebizonyítsuk egymásról, hogy mennyire vagyunk képben, igen. Gondoljuk, hogy ön is nagyon képben van. Nincs ebből kétségünk, azért jöttünk ide. Hát hallotta a temető. Hogy hívják, sírás óta. Jobb hozzá. Hogy ahogy... Bocsánat. Olyanok vagyunk, mint a NAV ellenőrök. Egyszer valaki ez odamész, akkor már mindenki adja tovább. Itt voltok a NAV-os. Az meg íze készíjebb, az meg ma járnak. Mondja, hogy nyomoz. Elküldött egy 10 fős csapatot. Megtalálta az egyik mauzóleumnál egy alagútrendszert. Már többet végig is nézett. Azok nem vezettek sehova, és talált egyet, ami kivezett a városból, és elég messzire vezet, és már egy hete egy 10 fős csapatot oda leküldött. És nem jöttek vissza. És nem jöttek még vissza. Az a jó út. Ott és most még várja azt, hogy visszatérnek még pár napon. Valami hír, igen. Küld utánuk még valamit. Mágikus üzenés, semmi. Mágikus üzenés? Hát, nem. Nem jött tőlük semmi. De lett volna módjuk, lehet csak eltévedtek. Vagy... Elvileg lett volna módjuk. Lett volna módjuk. Akkor valószínűleg tényleg az a jó irány. Ja. Többi dalagutat átnéztük, és akkor sikerült kifigyelni egyszer, ahogy vittek el valakit, és akkor megvolt, hogy melyik az a hely. De nem sikerült elkapni senkit, aki elvitte. Azt nem tudjuk, hogy ki viszi el. Valaki, alakokat láttunk, akik elvitték magat. Ennyi a legtöbb, amit tudok erről mondani önöknek. Elmehetünk felderíteni a barlangrendszert. Á, de hogyha 10 nem jöttek vissza, akkor mi 4-en, vagy 3-an? Lehet, hogy kérem magunk mellé bérelni még egy-két ütleget, nem? Kalandozók, gondolom, kérnek kalandozókat, hogy segítsenek. Gondolom, rátermett emberek voltak. Igen. Mondjuk az velünk van kiáll, szóval. Bajunk nem eshet. Meg én is itt vagyok. Te is itt vagy. Meg én is itt vagyok igazából. Hát akkor meg végképp nem eshet a bajunk. Szóljatok egymásnak. Figyelj már, nem jössz el a kalandra. Értem, tehát, hogy jól van, így is ki kell purgálnunk, szerintem is... Így van. Szerintem is fogadjunk fel egy-két alakot. Esetleg tud ajánlani, kedves? Nincs ilyen izék? Kalandorok krórikája, ahova felírják, hogy merre lehetnek. Valami cég. Van egy-két kalandozó még, rájuk gondoltam, hogy majd utána küldök. 2 van, akire most éppen már beszéltem is velük, és már egyezünk az árakban. Milyen árban mozognak ők? 10 aranyat kértek fejenként. Per nap? Nem, hogy utána megnézik a csapat, hova tűnt. Az jó. Igazából, hogyha kipurgálunk egy ekkora fészket, akkor tudjuk abból fedezni, amit találunk ott. Persze. Én azt gondolom, hogy ennyit kérhetünk pluszból. Valószínűleg. Ez jól hangzik. Őket hol is találjuk meg, és milyen néven? Mondd egy másik fogadót, abban a fogadóban megtalálják őket. Ad egy személyleírást, az egyik egy ilyen szőke ficsúrcsávú, a másik meg egy barbár. Szőke ficsúr ilyen tolvaj? Szerint.
Mindig kuncog, mi? Valamiért nagyon fáj az egyik lába, mióta lejárom emeletet. Igen. És már nem nevet. Azóta nem nevet. Ubo, ezek titek... Úristen. Mi ez? Hát ti ketten. Patrik! Igen. Akkor... mi lenne az, kedves Galán uram? Galán uram, igen, hogyha ezt a kezünkbe vennénk, elintéznénk ezt a... vagy elintéznénk a kapcsolatot ezzel a két személlyel, és akkor szerintem mi hamarabb útnak indulnánk ezzel a... Jó. De semmi akadálya. Hogyha kell valami felszerelés, akkor segít. Hát azt, amit esetleg nekik ígért, azt... az azt elkérnénk, hogy el tudjuk. Vizíció, aki azért kér pénzt, hogy végzi a dolgát. Nem magunknak, hanem azt, amit nekik ajánlott, ja, azt tudva tudjuk adni. Ja, persze. Oda. De minket megfizet is a rend, meg a jó Isten, amit találunk, az természetesen az Inkvizíció nevében lekobozzuk. És hát amit meg természetesen megtaláljuk az embereket, akkor azok őket visszakísérjük, segítünk nekik, ha még életben vannak, legyen úgy. Kötve hiszem, de hát ha. Főleg, ha más nem maradványaikat visszaszolgáltatjuk családjaiknak. Akkor megkötözlek, viszont akkor engedd el. Csak szóviccek. Nem hallok. De az addig jó. Szívlek át a szóviccek. Igen, nagyon rossz volt. Bár. Kényesen van itt. Bár csak ne tette volna. Bár. Jól van. Jó, benyúl a fiókban. Kiszámolja. Erszényből kiszed 10 aranyat, kiszámolja. Innentől átveszünk. Aranyat is átveszünk. És soha többé nem lett. Az elhitték, hogy mi vagyunk. Megérte 3 rezet. Az kamu jelvény. Az az ólom jelvény. Kurva jó. Hát most már tudom, mi lesz, hogyha megöljük magunkat. Hát biztos elveszem az Inquisitor jelvényt. Jó jön az majd. Ja, igen. Az Inquisitió nevében. Simán. Reamerius. Én... valamit még? Neked az üzenőkövedet? Tegy már üzenőkövedet. Az jó lenne, az üzenőkő, az jó. Az létezik a mágusban üzenőkő? Hát volt nekünk. Igen, akkor jó. Kettő is. Kaptunk üzenőkövet. Nem ad nektek. Nem tőle kérdezem. Nem, de az Inquisitorhoz, vagy Inquisícióhoz van üzenőkövet. Szívvel tudtok, akinek van pszichia, tudsz én üzenni tudok a mesterednek. Ó, hát, akkor nem kell látnom, meg ilyenek csak. Rágondolsz. Mindig elpirulok, amikor neki üzenek. Ó, mester, taníts még! Annyit van, hogy esténként... Tapsol ő is én. Annyi éjszakát tapsoltam még. Tapsolva morzézik. Egyébként minden... rendben van itt minden a... Nagyon fáradt. Minden oké. Itt a városban, amióta hallottuk, hogy... Hallottuk. Mióta hallottak. Hallottuk. Az előző... Az elődje. Odenor? Nem nagyon jelenik meg itt. Igen, eltűnt. Hírtál? Pár emberével együtt, akik hozzá közel álló emberekkel, valahová el teleportáltak. És nem tudom, hogy hova, és nem is érve. Köze volt ennek az együttálláshoz? Utána valamivel. Utána, x idővel. Nem tudom pontosan mikor, mert csak a saját emberei tudták, hogy elment, aztán ugye nem volt vezető, és hát ez így nem volt jó, ezért jöttem és betöltöttem a pozíciót. Segíts, csak itt tartózkodtam a városban, pont. Nem hazudik. Én nem is tudom meghatározni, csak próbálok visszaemlékezni, hogy nincsen. Neki van csak. Mi? Lélektem. Nekem meg a hazugság amulett van. Nagyon figyelek minden. Hármas lélektem. Dobhatsz, ha akarsz, de... Hát azt az előbb mondod, hogy nem hazudik. Mi én bízom benne, de én igen. Csak azt, hogy működik, hogy igazából kultúrából, hogy ha ugyanolyan területen vagyunk, hogy ez valid, hogy így valaki... Kultúrából hazudik-e?
Nem az, hogy eltűnik valaki? Nem az, hanem hogy így akkor betöltöm a helyét, mert nincs itt a városvezető, tehát így ez... Hát... Ez így valid az ilyen város... Mivel ő is egy tanár volt, és egy megbecsült polgár itt, így élnek, igen. Lehetséges. Őt így őt nem... javasolták, ugye itt még, ugye a varázslók között azért... Lehet benne olyan is, tehát más... nem az, hogy... Hát akkor most ezt, vagy te biciklit itt hagyta valat. akkor ez akkor az enyém. Ez akkor tiéd. Hát, hogy jelöl, mondja, hát ugye jelölték, és úgy igen, hogy legyen, ja, értem, legyen értem, felkérték is. Felkérték, na ez már konkrét, jó. Okay. Felkérést kapott. Igen. Esetleg mi tudunk valamiben segíteni, tudunk-e valamiben segíteni ennek a remek városnak, ami hát ez a szakterületünkbe vág, mondjuk úgy. Nagyon jó lenne, hogyha kinyomoznak. Hát ezen kívül. Voltak, hogy hova tűnnek. Tehet-e valamit Mysterionért még az inkvizíció? Valami furcsaság van a törpöknél is. Valami nagyon elzárkoztak, és valamit nagyon súlyulnak. Ja. És talán még őket esetleg meg kéne nézni, hogy miért súnyulnak ennyire. Elzárkóztak. Eddig is, jó, hát mindig is maguknak valók voltak, de most van egy nagyon szép múzeumok, amit lehetett látogatni, és most egy jó ideje zárva tartják. Hm. És bármit kérdezősködtünk, hogy mi van, mi történt, vagy mi, semmire nem nagyon kaptunk választ tőlük. Mióta történt ez? Ez is egy pár hete. Pár hete, vagy két hete? A pár az kettő, vagy négy, vagy hat. Mert hogy ugye két hete, tudjuk, hogy volt ez az esemény, ez az együttállás esemény. Az már kicsit régebben, de igen. Tehát nem pont akkor, hanem... Az előtt nem sok. Az előtte. Az együttállás után még jóval, de igen. Az együttállás után zárkóztak be? Igen. Utána valamivel. Uh-huh. Ezt is írom. Együttás. És az utánás, állás, két ennyi. Együttásás, állás. És ugye a Modenor is azután valamivel ment el. Egy hétre rá talán. Az együttás után. Igen, meg egy hét talán, vagy több, amivel a törpök is bezárkóztak. Az a múzeumban mindannyian, mint bevették magukat. Hát van egy ilyen kis negyedük, és hogy a negyedet nagyon lezárták. Nem engednek úgy be senkit. Szerencsére itt vagyok én. Meg lehet próbálni. Ordenor is. Igen, akkor tűnt el utána az együttesed. Oké. Okay. És mit szeretne tudni, hogy mi az oka ennek? Igen. Az elzárkózásnak? Igen. Nem, van, készülnek, mert nem tudok mire gondolni, és mert hogy... Bízhatatlanak terjeden a környéken, a törpök esetleg? Nem, mindig is bizalmatlanok volt az emberekhez, de talán ugye önnel szót értenek. Hallottam is már erről a múzeumról, valamilyen erekjék, te is talán jól hallottam? Igen. Hatalmas hősök, nagy csaták. Hatalmas hősök, hatalmas erekjéi, hát. Igen. Több legendában is szólnak ezekről a tárgyakról. Te még azt is tudod, hogy hívják itt a vezetőt, ugye? Gorduri. Gorduri. Gorgyuri. Gorduri. Tubi. Egy. Gor. Feles Tubi. Egy feles Duri. Gorduri. Ő a vezető. Beszélhetünk veled természetesen, hát ha nyitottabb lesznek a kapuik nekünk. Hát ha azért is merült fel, hogy valamit tud ezzel intézni. Csak egyébként, hogy mi történt velük. Nagyon szívesen, aztán, ha sikeres, akkor... Hogy mondják azt szépen? Kézkezet mos? Hmm. Hát, ha történik valami olyan, ami... Belőn is tud nekünk segíteni majd utána. Természetesen, ugye? Persze. Vagy ezt nem így mondják? Én tudom én. Megnézzük, amit lehet, nem? Mm-hmm. Azért vagyunk. Szolgálunk. Védünk. Áldozunk. Mi? Hogy? Mi? Jó, ez nem az? Jó, mi? Hogy? Kérdés, óhaj, soha? Jó. Ha bármikor szükség van, akkor jöhettek hozzá, keresétek. Csak okay. Ott a pénz, elmondta, hogy néz ki a halbárszőke.
mehet. Intézzük ezen túl. Ja. Meg akkor gondolom, hogy ők tudják is, hogy melyik az a kripta, ahol nem. Uh-huh. Igen. Ahonnan el lehet indulni. Igen. Jól van. Hát ez remek. Örülök. Inni fogok ma este a gyümölcsöző kapcsolatunkra. Ma este bebaszok, ez jó. Biztató. Jó, hát további szép napot, és akkor köszönöm, szóljanak, hogyha valamit is meg, bármit is megtudtak. Így lesz. Viszlát. Gyerek, Andúr, menjünk. Futok. Ő azóta is ott van a sarokban, hogy lerobtad a pókhoz. Nem, ő okkor is. Négyes idomítása, bármire meg tudom tanítani. Hát nincs begombázod, sőt, már exotikus állatokat is tudnék tanítani. Tényleg? Megtanítottad neki tényleg a pókkal, mondod, hogy azt a pókvadászatot öl, meg kulcsot visszahoz, meg dolgot. Ó, oh, király. Legyen a pókvadász. Azt írja, hogy bonyolult iszéket is be tudok tanítani neki. Be tudsz, csak ő nem egy okos macska. Tehát, hogy te meg tudnál tanítani, az ő képességei nincsenek meghozzá. Nem sok, kettő darab adsejtje van. Okay. Folyamatosan leszed állat a macskát. Búdításban van tartva. Meg én nem sok mindenre emlékszik. Azért, ilyenkor ő is ártatlannak tűnik. Aztán kikaparja a szemét. Hogy hívják a macskádat? Kandúr. Kell Kandú? Kandú? Kandúr. Jó. Kandúr. Kand is ő egy úr, szóval Kandúr. A doktor Genya dühös, handol, valaki lesz. Meghal! Szedjük fel ezeket az arcokat, aztán induljunk meg mi hamarabb. Mm-hmm. Get things done. Mi is a nevük? Az egyik, mi volt? Nem tudom, leírást leírtam. Szőke, magasabb, fiatal arc. Öreg. Meg egy ilyen nagyobb darab, baltás. Jó lesz megtalálni őket. Hát azt is tudjuk, hogy hol vannak. Mm-hmm. Tudjuk, nem, hogy hol vannak. Igen, megyünk, megfogadónak. Ott vannak, megszólalni. Menjünk el a másik kocsmához. Jó, elmentek. Gyere, Kandúr, megyünk egy kicsit sétálgatni, bubukó. Hát elértek a fogadóba, hát eléggé kirívó a két személy a városiakhoz képest, tehát a barbár előtt egy nagy vatkan van, azt ott falatozza. A kis szőke gyerek az meg ott van, jelszínben így ezüstöket számolgat éppen. Klasszik. Igen. Szép estét! Barbár rátok se. Hederit, bólint, azt teszik tovább a másik. Szöked. Üdvözlet. Mit segítetek az uraknak? No, leteszem a pénzt. Elmutogatom, arra, hogy... vedd át a dumát! Szerintem itt a pénz. Szerintem itt a csekfizetség, amit megállapítottak Galanna. Ő küldött minket. Mondta Márom, hogy tőle jöttünk, ez így. Így az igaz. Tőle jöttünk. Mi is csatlakozunk. Igen? Mm-hmm. Igen. Így azért kicsit több lesz az ár, hogyha koloncot is kell cipelni. Ki is megfogod a barbát. Röhögj meg ilyetek. Ez jó volt. Ez jó. Ez már tetszik nekem. Viccesen. Igen. Vicces ez az. Ezt amennyiben visszatérünk, szerintem meg tudja beszélni Andúr Galánnal, hogy mennyi az a felár, amit a sikeres amennyiben? Akció... Amikor? Kérlek! Hát úgy értem, hogy amikor a sikeres akciót így. Befejeztük. Jó, rendben van. Biztos vagyok benne, hogy hajlandó még áldozni arra, hogy... A jó cél érdekében. Így van. Az emberét biztonsággal. Rámogatja az aranyakat, látszik, tetszik neki nagyon, azért kis bezsöveli. Odaadtad az egészet előre? Jaj, mert? Hát mert ki vannak fizetve, elmennek. Ha elmennek, akkor utánuk megyünk és megöljük őket.
már meglopták az inkvizíciót 20 aranyja. Jó, de ők nem tudják, hogy az. Hát, de egyszer csak megtudják. Egyszer csak... Hello! Emlékeztek ránk! A koloncék még jöttek. Dom, dom, dom. Szóval, kedves, együtt ülnek? Egy asztalnál. Kedves urak, mikor tudunk esetleg elindulni? Nyomokon, minél frissebbek a nyomok, annál jobb. Hónap reggel? Milyen napszak van? Most délután. Akkor jó. Igen, estére még van egy föld alatt. Felekezettem, amit művelni kell. Gyorsan vetnek és aratnak a te kezeid. Az biztos. Holnap reggel első napsugárnál hajnalban. Korán kelők? Na jó. Akkor jó. Mondta, hogy a temető bejáratánál. Szuper! Név szerint kiket tiszteltünk bennetek. Szevasztok! A barbárnak elfelejtettem a nevét. Mi? Elfelejtettem a barbár nevét. Unno. Így ez egy... Nem tudom. Nem tudom. Ő ember, ő is? A barbár? Aha. Hát ez az a barbár, meg a szőke, aki... Tudom, csak hogy elfelejtettem, mert... A szőkét aztán Blondinak hívtuk, ugye? Igen. Ilyen gúli játék, ugye nincs ebben játék, mert mindig úgy képzeltem el, hogy ilyen nagy hegyi ember. A hegyi ember. Unno. Úgy hívják, hogy Unno. Undo. Unno. Unno. Zsúz. Nem hiszem, hogy amúgy adtunk neki nevet Undo. Bármikor. Nem adtunk neki. Nekem is azért nézem, hogy itt olvasgatom a neveket, hogy nem adtunk. Ő csak barbárként. Barabás a barbán. Igen. Mondom, Unno. De ha mégis adtunk, akkor kedves nézők, írjátok meg komment szekcióba. Hogy mi vagy volt a barbár neve? Vagy szavazásra bocsátatjuk. Na, az is jó. Hogy mi volt a legtöbb, a legtöbb lájkot elért komment lesz a barbár neve. Tényleg. Jó, úr is valami izének kell majd hívnunk ilyen pöcskenőcs 2002-nek. Dákozabáló. Sajnos akkor nagyon hamar meghal. Hát ennyi dákozabálástól gondolod el. Megfekszi a gyomrát. Soros Gyuri. Jó, hát írjátok meg, és akkor elnevezzük a barbárot. Vagy átalakítjuk. Nem, szóval a ez egy nagyon szép név, kedves. Kedves. Ha ide be kell vágnod, majd be kell vágnod majd a videóba. A barbár, akit úgy hívnak, hogy... És ide bevágod majd. Laci. De ezével a nőcivel mondasd be a Google fordítósnak. Laci. Laci. Na. Akkor reggel. Na, reggel akkor találkozás, ugye? Jó, statokat. Reggel lesz a találkozás. Szuper! Szép estét! Viszlát. Tu-tu-tu-tu. Furálagok ezek. Igen. Úgy néznek ki, mint akik rábízhatjuk az életünk. Nem, egyáltalán nem. De barbárunk ugye azért elég masszívnak látszik. Azért tényleg ugye tudjuk, hogy ő... De a másik meg olyan, mint egy nagyra nőtt gyerek, nem? Igen. És ilyen irritáló szájban, tenyérben mászó az arca nagyon. Meg egyfolytában mosolyog, ugye? Ezzel tudok versenyezni. Hú, de jó lesz, nem? Te együtt össze zárva. Jó. Kettyósok harca. Igen. Kettyósok harca. Ott adjátok őket. Én egy hazamegyek is a izéből, a kis könyvemből előkészülök, hogy tényleg egy 4 órás misét tartsak a lányoknak. Ki erről azt mondták, hogy jönnek. Jó. Azt mondták, hogy jönnek. Felcsábítom a szobámba őket, külön kis pulpitust is építek, ahol felállható. Gyóntató párna. Milyen jó, hogy nem közös szobátok van, mi? Most örülsz. Tudtad előre ezt? Mindig is előre kell gondolkodni. Jó. És amikor a Szentúnióba egyesülnek... Állja kört, hogy ne sunyuljanak ki? Hagyják ott a misét? Gondolod, hogy kisunyognának? Hallad! Figyelj! Az erőszakot! Térítés! Odaadom a kurzust! Hova mész? Ha bementünk, zárd ránk! Jó. Hiszen Istenben vagy, megtesz hozzá! Akkor nyithatod ki csak az ajtót, hogyha... Ha tapsolás van! Ez fontos. Jó. Jó? Én eddig lenne söntésben zenélnék a kedves együttgyűlteknek, ingyen vacsoráért, ingyen piáért, ingyen nőkért, egyéb ingyenes dolgokért.
Ja, mennek a misére. Mi ez a sok nő most itt van? Hát, az egyesben. Hiszen van az egyesben. Tényleg sok fiatal idősebb korosztály is van, de tényleg, úgy amit az arány az, hogy 10 nő, 2 férfi. Na, jó lesz a férfiaknak az estéig. Próbálkoznak is, de hát látszik, hogy a nők keresik is, mert ő is megy hozzátok egy pár, hogy meghívhatunk egy italra, vagy meghívhattak egy italra. Meg jó, én mondom, én zenélgetek, ha úgy van, akkor... Nagyon sok teát főzök fentre, hogy mindenki szétbasszak droggal. Igazi hithű trippük lesz. Teljes ilyen hippi szállt. Noár pappal kellett volna jönni, de bizével nem kielle. Noárral még el is tudtam volna ezt, hogy így, na, hogy gyertek, megyünk egy kis antiszjárás, ezért nem tudom. Most nem tettek róla, hát ezt, hogy állandóan jó kedvének kell lennie, meg van egy 4-es herbalizmus, ezt össze kellett kotyvasztani. Hát így kerül közelebb kielhez, érted? Így. Én mindig érzem az érintését, magam van az a bizsergés. Jó. És közben mi van? Akkor hát veled felmegy egy 8 lány a szobádba. Eléggé... Füstölőzünk. Eléggé szűk a hely. Szantál. Mit csináltál? Szantál. Kis párnákat lerakom, és ott letérdepelhetnek. Szopatos. Szóval gyeressetek híveim. Enyítek, mert ez az én testem. Tényleg, az van? Én nem nyitom ki, amíg nem kopogsz. Senkinek nem nyitom ki, bazd. Nincsen szexuális etikettem, én nem tudom, hogy mit, hogyan kellene. Szóval ez az én vélem. Én csak misét tartom. Az, hogyha a sok drogtól meg egyébek elfajul, hát akkor sodródok vele. Jó. Benzorék is ezt mondták annó. Hát egy csak viszont. De a sok drogtól elfajulhat. Nem, ne is, itt van mit tenni, nem? Hát itt van mit tenni, oda megyünk, kinyírjuk, hát na bók, tehát fú. De szerintem meg hát ezt mondták a lányok a bíróságon, amikor ezért leültették őket, hogy hát a drogtól elfajultak. Hát most ki látta jönni, nem láttuk. Én az simán. Megtartod, nézik, igaz, egyik másik azért látszik, hogy másra számított, de... Akkor így el még gyermek. Jó. Fenékig. Megalakulnak szépen, hát hallgatják a misét, ellazulnak, valamelyik elalszik, de... Nem baj, az átjárja ilyenkor az Isten. Ja. Ő már egy másik síkon tengő. Nem epülve lesz ilyen. Ki karjaiban. Jó. Meg tudok téríteni párat, dobjam? Dobjam. Yes. Mindegyikre dobjál. Akkor 8-szor D100. De akkor ott... Ja, 8-szor dobhatsz egy D100-at. Jó, és ennyi feled. 60 fölött. 60 fölött az első. Egy nem. Kettő sem. Három igen. Akkor egy. Igen. És akkor most jön a negyedik. Nope. Akkor még 4 van. Ötödik. Az se. Hatodik, az se. Hetedik. Az igen, az nagyon. Na, 96. És a nyolcadik? Nyolcadik. Az is 91. Három. Nagyon megtértetted, és ők tényleg, és mint egy szent ember, te rád néznek. És mert az vagyok, fel vagyok szentelve. És eljön a fekete nap, amikor mindenki sötétbe borul. És én ott leszek fekete páncélomba, hogy megvédjelek titeket, lányaim. Lehet meg iszonyat ilyen írbúzsikat. Fönnök, ő is a fekete láb. Dobolok kint az ábammal. Igen, mert lehet kurva jó az erre, de... Lent, ti bulisztok, bejön a barbár meg a szőke. Én folytatom a tánci zenét, a nagyon jó kis izé. Elülnek egy asztalnál, piázgatna. Kifejezetten nekik is küldök egy jó dalt, keresek egy olyat, ami nem tudom, hogy így ránézésre a barbár honnan jöhet, de valami ilyen törzsi jellegű... Hú, hát ez nagyon... indián... Nagyon adja, és nagyon tetszik neki, és énekel. Hát nem valami ének tehetség, de nem meri senki megmondani neki, hogy nem énekel jól. Jó, hát van ilyen ismerősöm, aki hasonló, de... De neki még meri. Sajnos nem akarok újjal mutogatni, de... Sajnos ő fönt. De fent énekkel, igen. Ő is rég az a lány!
lépcsőről. Ág, az a láng! Hú, ez a kettő együtt összejön, na, jaj. És együtt megyünk, passz meg. Na mindegy, szóval ilyen hangulatfelelős kérkedek itt. A Barbár az nagyon belelkesül, és hoz is neked egy kancsó bort, egy sört, amit kérsz, oda is teszi bármely eléd, tetszik neki, sőt, még egy aranyat oda is dob így eléd. Vagy ilyen kis izé. Aranyat. Jó, hát az eltűnik, tehát hogy azért az nem hagyom ott kint, mert ilyen rezek azok úgy ott kint vannak, hogy egy izé, de az arany az... Azt úgy már is. Őtől kaptál. Amúgy össze is szedsz, mondjuk... Visszajött a ruha. Vissza. Hova? Egy ezüstöt és 90 rezet. Még ezen felül. Meg akkor hozzál egy aranyat. Oké. De térítesz, te? Így van. Én fent ott a lépcső fordulóba várom a vizét, hogy vége legyen, meg az élvezem fentről ott. És sörözgetek én is, ott egy korsóval a falnak támasztott, így egyedül énekelgetek ott magamba, aki jönnek, jön fel a szobájába, neki így izé, adok egy pacsit, hogy jó a buli, haverom. Haverom? Én haverom. Velem van. Amen. Amen. Meg inkvizítom rá. És ha izé esetleg valami kiszűrődik a szobából, akkor mondom meg, hogy semmi látni van, nincs itt. Ez nem tapsolás. Ez nem az. Nem. Ez... Hogy megtapsolták? Ez még nem a kód, ez még nem az. Ja. Jó, hát utána azért valamelyik akarja, hogy azért szeretgesd is meg. Jó, aki akarja, ott meg lehet utána orgiázni. Közös. Hát azért, mert még nem csináltam ilyet. Egyszer el kell kezdeni. Az első alkalom az... Az első egy alkalom megtérítés. Az arra jön, na, így. Csak olyannal, aki meg van térítve, másra nem lehet. Kielteste. Kielteste. Jó. Kielteste. Ki? Megtisztítom őket. Meg, igen. Buci, te meg végigbulizod, vagy mi a... De Frankon azt hiszem, hogy figyelj, nekem van négyes dorbézolásom, úgyhogy én nyugodtan dorbézolok, négyes a dorbézolásom, úgyhogy... Én az összeset megáldom, mind a nyolc. És szogatsz, és csapatod a bulit. Az. Ha esetleg valami olyan dolog történne lent, hogy valami kurva jó füles, kurva jó info, akkor arra odafigyelek, de megnézem esetleg, hogy a Maurur arcék ott vannak-e, nincsenek-e. Ott van. Ahogy jobban körülnézel, ott van. Na, akkor rájuk így néha-néha odafigyelek, de nem feltűnöm, meg nem megfigyelni akarom, csak azért szemmel tartani, hogy miket csinálnak, hogy vannak, de amúgy inkább a hangulatért vagyok most felelős, tehát... Látszik, hogy itt azért jöhetett át ő is, mert hogy hallották, hogy egy egész jó zenész van itt, vagy azért maradt még így lent, élvezik ők is azt, hogy jól énekelsz, meg csajóznak, látszik, piáznak, és csajóznak. És valami 3-4 ember van bele társaságába. Három mana az áldás, az összeset megáldom. Nagy, ahogy nyomom a nagy litániát, meg minden azt is, aki alszik. Imádják. 83 mana. Jó. Kell volna, és 40 perc alatt tudom visszahozni imával, nem? Szóval az elején megáldom őket, és úgyis 4 órára terveztem az egészet, a végén a hosszú imával, pedig visszanyerem a manámat. Jó. Akkor nem is vonom le. Oké. Okay. Hát akkor ez így kibulizzátok magatok, hogy neked van valami, amit... Érezzék az isteni áldást. Szeretnél? Ha hisznek benne, ha nem. Neked szeretnél valami, akármit? Vagy csak ott ülsz és támasztol a falat? De támasztom ott a falat, énekelgetek velük. Nem, amúgy elsörözgetek el, nézegettem itt a jegyzeteimet, meg ilyesmi. Semmi extra az albetűt. Gyakorolod az albetűt. Hát az albetűt, utána felé kell húzni egy ilyen kis izét az alnak. Nagyon nehéz. És jobbra a balra, vagy balra a jobbra? Készülök a holnap, ezért bármi ott ilyen élő bolottokról, mi lehet? Le kell vágni a fejüket. Jó. Farkasok? Hát akkor reggel lesz, hogyha így semmi extra nincs, akkor átbulisztáltok, becsajoztál te is. Nem. Én nem is akarok. Jó, nem csajozik be? Kiengedek párat a lepatlanom. Két kislányt felviszek, tehát hogy... Öten nem hisznek benne, hát ha hisznek a törpébe. Annyira nem vágynak nem. Törpére. Na! Miért nem? Na, mindegy. Nem tudják, miben maradnak ki. Nem hiszed el, mi volt. Kopogtál rendesen? Nem nyitom ki addig. Ja, hát a végén persze. Hogy? Mit kopogsz?
Ez volt. Ez volt. De kétszer kettő és egy három. De kétszer kettő néha öt. De ez volt amúgy. Akkor kinyitom. Azt a végén akkor kivel. Ki elnevét magukra vették? Szájukra? Nem csak azt! Nem csak azt! Én hallottam, igen, több volt a tapsolás, mint amennyit gondolna egy ember egy Litánián, hát full ilyen gospel volt, de mindegy. Jó van az. Sört, bort, már... Én nagyon be vagyok, te ázva! Jó van, akkor vizet. Hozok neked vizet. Mert kicsit ki van szárad a szárad. Hozok vizet, csak ne csuk magadra az ajtót. Hozok neki kis vizet. Én nem bittam olyan sokat, neked törpe vagyok, szóval. Meg neked is Andor bézol el. Egyes. Nem ittál sokat, így jó. Gyózok nekik is vizet, mert ki van száradva, mert ki lesz száradni az állat, meg valami mancsi-mancsit, valami ilyen izét, ilyen, valami mézes piskóta, vagy valami ilyesmi, nincs ilyen, bármilyen sült, ja. Sült krumpli, jó van valami. Valami frissen, ja, jó, kis sült burgonyát. Sült krumpli. Kolompért hozok neki. Jó, kis sült krumpli, tegnap előtti. Jó, az, jó van az. Fú, az milyen finom lehet olyankor, aztán én egy ropogam. Jó van. Így add meg a vizet, azt aludjál, holnap indulunk reggel. Jó, reggel van. Reggel, legyen reggel. Felébredtek. Különösebb dolog nélkül. Lementek, gondolom én, vagy uh-huh. Nem, vagy maradtok a szobátokba és még duzzogtok. Megint ó, én nem megyek. Rendbe tartom magam. Még azért reggel, ha ott maradtak a lányok, még azért reggel. Még egyszer. Még... reggeli alkalmat kihasználva. Utána csak férfiakkal lesz, úgyis. Szokásos. Ha. Lemegyek. Jó kedve. Lelkeszek, lent van a barbár, az alszik az asztalnál. Az egyik asztalnál. Jó reggelt! Jó reggelt. Még ott van valami kaja maradék, azt elkezdi egyből enni. Látszik, hogy hát, hogy ő ott bealudt, bepiázott. Azt kiadós reggeli. Milyen volt az estédi, mit csináltál, egy cimbora? Ittam. Kajátam. A haverotok nagyon jó zenész. Igen. Igazi kis muzsikás, kis dalnok, kis hogy mondják azt. Fecsegő. Még táncolt is a csávó ott. Mármint a bárba. Biztos megtáncolt. Nyomták a izit Zorbát? Meg úgy nyomta, mint a... Hívják az orszpászos csávót, nem teszem be. Terry Crews, igen, úgy. Melizmos. A Melizmos izét táncolt, nem nyomta. Pa-p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 a-
is van. Abban nyomja le abba a sok helyen van, mindenhol van, ami nyomja le. Ja, ahogy lenyomja ott a buliba, és bütyül közben, és a tánca. A barbárba lenyomja a lenyomja. Leja. Honnan tudtad a kedvenc számom? Ki tudja majd, még most kiderül majd, hogy a barbárnak mi lesz a kedvence. Tehát, hogy... Nagyon tetszik, ahogy meglát téged. Ó, haver! Imádlak. Gyere, egyél! Adok egy-egy puszit a kislányoknak, rácsapok a seggükre, hogy akkor mehetnek. Azt menjenek. Látod, neked is jó estéd volt. Nem panaszkodom. De nekik még jobb volt. Ja, most lehet van megkérdezi, hogy valami... Együnk, illetve egy kevés szárított élelmet is, illetve ilyen úti elemózsiát azért kérnénk. Nem tudjuk, hogy hány napra megyünk, úgyhogy egy olyan 4-5 napra per fő, tehát 5x5, 25 adaggal. Jó, mondod, persze elkészít egy pár tábla szalonnát. Na úgy, olyan. Szalonka. Sonka, szalonna, sajtot, gyümölcs van. Csors. Ilyen lepény, szerűség. Nagyon jó. Van környéken ilyen általános ilyen üzlet, ahol... Grósz. 2000 ezüstöt nem mondhat. Egy elég jó Okay. adagot kaptok.
lehet kapni általános dolgokat, szelszámokat, bármilyen felszereléseket, ilyesmiket. Úgy igazítson már útba, kedves uram. Arra? Király. Majd térjünk be, vegyünk, mit tudom, egy fáklyát, csákányt, a kötelet. Nem tudom, hogy van-e nálam. Azt hittem, ti láttok a sötétben. Hát, képes vagyok rá. Vehetek. Mm-hmm. Nem tudom, nem hiszem, hogy mindenfélét hoztunk, amilyen Dungeoneer. Nem. Szóval ilyen ezt-azt, meg valami üthető pitonokat, tudod, ezt amikkel lehet mászni. Kígyót? Nem a kígyót. Vicceltem! Ja igen, mert a piton az egy kígyó is. Igen. Beleütöd a falba a kalapácskával, azt tudsz mászni. Ha esetleg valami lenne. Hát én nem hiszem, hogy tudnék mászni. Nagyon nehéz a vértem. Maximum, hogy ha le kell a kötelet addig menni. Is felhúztok. Vagy addig meg... leveszed. Jó, repülök. Ja, de vihetünk persze ilyen dolgokat. Uh-huh. Jó, hát még azt is... Ináltalán is ilyen... Be. Tudom én, ja, csak akár egy ilyen fém rúd, vagy kifeszíteni valamit rá, ez egy erőkarnak. Nem feszítő vas feltétlenül, valami nagyobb fém rúd. Csákány, ásó, ilyen dolog, kötél. Hány méter kötél? Hát figyelj, olyan... Na, elbírok sokat szerintem, vagy egy ilyen 40 láb szokott lenni, és az elég... A sok méter, egy láb az egy méter. 40 méter kötél? Az sok. Az sok. Hát képzelj, 40 méter felcsavarva. Az nagyon-nagyon sok. A 20, az arra azt mondom, hogy még azt eltom, mint szerintem. De még a 20 is sok. De nem mondjuk, a 20 az oké. Az 20 az oké, és akkor a Márvikának a 10 méteres szárát vittük, az jó, az jó, abból kétszer annyi, a 20 az korrekt. Laza. Sőt, még nem is biztos. Mindegy, 20. Ti nem visztek? Gyengek vagy? Hozolta, nem? Hát hozok, de kétszer 20 jó lenne, és akkor ha kell, akkor összekötjük. Ja, jó, oké, és akkor figyelj, csak sziklaszilárd vagyok. Mondd, hogy mennyit adjak bele, de én ezekhez... Na, hát még 2000 és akkor azért meg volt minden. Ezeket meg lehet 2000, azt fizettem akkor én. Na, szuper. Minőségi kajátok is van. Igen, én intézem a kaját, meg a jó kedvet a zenével és a történetekkel, ti pedig intézetek minden mást. Meg a szintetikus, illetve a teljesen. Én csak a színeket intézem, a tetikát azt már te intéz. Jó. Kulacs. Kulacsok megtöltve az is. Jó ötlet, kulacs. Vizek. Na, mennyi nem víz tudunk kell? Papi mágiával. De én tudok ételt is teremteni, de. És vizet? Hát akkor jó. Szerintem benne van. Szerintem az ételital. Akkor azzal ne terheljük már pluszban magunkat. Hozzátok csak majd, mert az én is. Jaja, hát egy kulacsal, egy napit, aztán, hogy te vagy nincs lesz. Kulacs. Persze nem kell. Mindjárt nézem. Van vízteremtés mindenképpen. Talán úgy hívják, hogy vízfakasztás, de... Fakasztás. Fakaszt, egy jó fakasztás. Azaz, rábökök a seggedre, fakasztás. És vízfakasztok belőle. Ez igen. Mennyi is vagy most, hogy mennyi legyen? Még egy lesz, belefér majd? Mi? Még egy belefér majd? Bele. Vagy akkor ezt egy kicsit hamarabbra vágjuk le? Amúgy is. Még egy kicsit. Induljunk akkor meg. Szerintem, ja, van valami más esetleg, amit így zúzó lehet. Amit felírtok, írt fel. Mondjuk lehet, hogy kecére nem tudok. Mennyi kötél, mennyi fákja. Nézd, van a végén egy izé. Fákja, meddig írja ki egy órá keresztül, azt tudom. Van a végén egy izé. Akkor mondjuk... Egy ilyen táblázat, és abban benne van. Amikor van egy van egy varázslat, elég, hogyha az egyik szférát tudom, vagy mind a kettőt kell. Nem elég, ha az egyik benne van. Akkor jó. Élelem teremtés, az hét, van egy kör, és azt mondja, hogy egy méter eltérő friss élelemmel és itallal. Akkor van ital is. Egy méter azért az nem kicsi, egy méter átmérőjű kör. Így. Abba teremtesz? Pulyka, 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 pulyka. Így. Teremtesz? Ez a varázs.
Pulykázás, pulykázás. Három felnőtt ember méretű vagy lóméretű lény pulyka számára elegendő. Lóméretű lény. Kentauroknak is elegendő, az élelem. Illetve az oroszlán embereknek is. Oroszlán embereknek? Kál. A kálok. Kálok. Kálók. Nem láttál még kálokat, barátom? Bekakálok. Láttunk már kálokat? Én csak a legendáriumokban. Igen, ritkák, de... Élőben még én sem láttam, csak történeteket olvastam róluk. Igen. Hogy mennyire vérszomjas. 80-ból meg... Innék egy kál akkor. Nincs veszélyesebb, mint amikor megfordul a partiból a kál. Nem, ugye mentál varázslatok ellen, hogy milyen, azt hiszem, azok nagyon duplán hatnak gyenge, rá. Nem? Nagyon gyenge az ellen, igen, és az nagyon erősen hat rá. Azért nagyon mókás, amikor megfordul. Ennyi már megfordult párszor. Olyan kell rányomni a varázslatot, hogy akkor álom. Még talán, igen. Majd beszélünk 333 év múlva, úgyse él addig. Él 30-40 évig, azt hiszem. Na, valami kevés ideig élnek. Na. Megvan a felszerelés, felírtál minden tételesen? Szerintem igen. Na mondjad, az mi az? Hát a 10 fákját írtam fel, a 3 kulacsot, amit meg tudunk tölteni, csákányt, ilyen feszítővasat, ásolt, meg 2x20 méter kötele. Legyen még akkor benne bármiféle ilyen ha kaja csináló, kovakő, tehát hogy ilyen izé, kovak... Izé, kit, ilyen tüzelő, igen, tüzelő az Tinder. Tinder? Tűzszerszám. Hát az Tinder. Bárnak az Tinder box. Kell a Tinder Flinten box. Flinten Tinder, vagy hogy van? A Tinder a kovakő. Az a kovakő. A Flint meg a... A meszkit, az az a kajás cuccok, vagy ilyen lábos, lábos, meg anyám kínje. Tudtok főzni? Dehogyis. Dehogyis, de azért... Egyszer biztos. Egyszer el, hát azért egy, ki kell próbálni. Vizet meg lehet meg. Hát annyit, kb. Vizet melegíteni aztán, vagy valamint most tehát megmelegíteni. Igen, lehet, hogy szar lesz az a csirke, csak főjön meg. Az is igaz. De honnan tudod, hogy megvan a főve? Hát olyan... Ha én tudom, akkor az a karakter is, hogy én vagyok egy nagy szakány. Gondolom, hogy ilyen alapvetően, hogy mennyire főzni dolgokat, azt még így meglátszálod, és csak az, hogy finom, hogy hogyan világítani. Diaszkos vászon kell. Vászon, sártam, még egy bedrollok. Az ilyen alapvető túlélés. Jó, hát de már mondjuk nyár van, mondjuk lent vagyunk. De valami a segged alá. Jó, akkor három bedroll. Szerintem igen, de láttam már olyan embereket, akik ilyen arra sem képesek. Az Instagram után követve, hogy a legjobb az a medium rare csirke. Fúj. Meg amikor a pizzát úgy sütik meg, hogy azért rácsol a grill lehetsen, és akkor így áll, de csak azon is, akkor így állt van folyva az egész, mire itt pizza. Kurva jó. Spagetti meg ki van kurva. Spagetti szét van égve azért, mert hogy így van, mert kiállak belőle a szarok. Nagyon jó. Na. Bedrolt, még 3 ilyen derékaljat, hogy legyen mind aludni. Hát ilyen izé. Tűzszerszám, lábos. Három. Hálózsák. Három hálózsák? Hálózsák, igen. Elosztjátok gondolom ezt a cuccot. Persze. Akkor majd hát... hati zsákkal mentek mindannyian. Uh-huh. Én viszont nagy részét, de mondom, mennyit azért rázadok neki. Jó, viszem a... Ugyed már. Viszem a... Viszek egy kötelet, viszek. Egy kötelet. Meg egy a saját bedrolladat. Én viszem a kovakövet, a Tinder. Jó, köszönöm. Meg a bedrolladat, az nem nehéz. De azt nem akarom. Csak nagy, de nem fér már, te meg vagyok pakolva. Rákötöm a seggemre. Már így izé kötelem már, mint a túra izé felszedéseket, így már tele van. Ásod, ásod hozzá. Hoztam ásod. Jó, kisásod, fákja van. Kis fenőkövet hoztál? Jó, persze, az mindig van nálam. Jó. Már reggel is fentem. Mit fentél? A fogamat. Mire? Mire fened a fogadat? Kieláldásra. Kova és acél. Milyen arcőr? Kova és acél. Hát az van. Hozzá pár krétát, az hasznos lehet igen, bejelölni az utat, hogy ha elveszítjük mondjuk egy jó 10 darab krétát hozzá. Nagyon fontoljuk meg, hogy mi van a felszerelésben. Jó. Megyek még vissza. De most mondjad, mert most egyszer megyek már csak vissza a azért mondom. Mászóvasat akkor tettél el? Nem, azt az se, de eszembe volt. Pedig mondtad a kígyót. Tudom, a kígyót, csak elfelejtettem. Mondtad a kígyót. Na, jó van, már elég lesz a egymásra mutogatásból. Nem igaz, de már egy dolgod volt. Egy! Na! Na, mondj, mi most intézzük el? Sheep. Sheep. Jó lehet jelezni. Bárány, minek? Jelezni bárkinek. Jó. Hát de... Aki nem tudsz jelzi, kikülni. Jelzi, sheep nélkül is, hogy... Fügy! Hát ki állt az? Hát a sheep...
Hát az se természetes, nem izé kismadár csicsergés. De lehet, hogy olyan? Meg még beveszed ja. A szárba, egyszerűbb van gordítani. Van madársíp, vegyél madársípot, az majd mondjuk, bülü, természetesen. Megnézem. Lenne a barlang. Megnézem a madársípot, jó? Dunge, legyen el egy tükröt, ilyen kézi tükröt. Jó. A barlangban mindig jól kell kinézni. Muffpasztát, hozzám még! Tűzeszerszámot. Ezt felírtam, van már, vettem. Minek tükör? Már nálad is. Benézni valahova egy izé mögé, hogyha úgy van. Ups. És hogyha ott a medúza, és kővédermet, akkor az szak. Medúzák nincsenek. A legendárium nem ezt írta. Így, ez csak az eretnekek találják. Zár a kisgyerekeknek, hogy zsák, zsákot? Ne, vigyünk egy jó zsákot. Van háti zsákot. Hobbitot? Igen, zsákos. Jó van, úgyse fér már, úgy zsákot. Kalapköttes, ruhászkodás, élelmiszer. Egy tusfürdőt hozzunk meg. Öt ezüstér egy hímszaj, hát még állsz. Jó. Van éppen öt ezüstöm. De nem az vagy te? Nem. Nem, valamelyikötök az lesz. Engem áll. Öt ezüst per nap? Vagy hogy van ez? Nem egy tudom. Aktus. Hát akkor olcsóbb azokat per elvinni. Hát. Hímszajhákat kell majd ők hozzák. Mennyit? Hát mit van, 10 arany, az 20 hímszaja. Beküldeni zének golyófogónak. Menjetek ott, ott várnak a lányok. Ne gyertek közelebb, mindenkinél így van. Futáááá! A hímszajákat elő. A hímszajákat küldjétek! A hímszajákat! Nem ezeket a hímszajákat keresítek. És így mennek, futnak elére a B-macsba. Jaj, de jó! De nyilván mindegy, majdnem teljesen pucér. Úgy képzeltem el. Én is. És így agyon öve. Kis gatyám. Elfogyott az a muníció, akkor oda megyünk. Az utána lesz. Ostrom. Jaj, jó. Szerintem megvagyunk. A hátizsákot valakinek cipelnie kell. Én fogom a nagy részét. Hát egy-két dolgot, ha meg elfér már be, abból viszünk mi is. A nagy kiterjedésű, de nem nehéz dolgokat adom nekik oda. Van teherbírásod, gondolom. Hát 18-as a strength-em. Vagy erőm. Állóképesség, vagy mit kell? Az az alap. Neked nincs nehéz vélted, mondjuk neked. Nekem van nehéz, nekem nincs. Nekem nincs benne a teher. De viseletem van? Megkaptad alapból, és azért van. Nekem viseletem van? Kettes? Kettes utálat. Ahhoz kell, azt hiszem, te lehet teherbírás is. Van követelménye. Na mindegy. Hát ezt nem írta, hogy azt is kapnánk. Elrontottam. Ja, hogy ez egy külön képesség a teherbírás. Minden, itt minden az ez van. Geci erős vagy, nem tudod. Első szinten megkapod mondjuk a falhoz vert lókolbászt, aminek prerequisite az, hogy mondjuk azt elvileg azt is megkapod. Akkor megkapod a mosogatást. Hát akkor csak a mosogatást. Jaj, amúgy annyira... Jó, jó, tetszik ez a rendszer, annyira counterintuitív. Minden. És akkor tudsz egyszer erős vagy, de nem tudod elvinni. Hogy? Hogy izé, begörcsel a hátad? Vagy igen, lehet karacsony a kálcium? Igen, rosszul, nem viszel. Jól tartad, igen. Ugye, mint amikor fel tudod emelni, és ugye derékból emeled, vagy hátból, vagy mi. És hát ugye... ez hosszú távon szar. Hát, á, mint igen, a gyúr... hosszú távra akarod vinni, nem? A gyúrós srácok, akik nyomják ott a nagy kilókat, de nem tudják az. Hát az is olyan, hogy tudom én. Csak a mama, akinek 10-es ereje van, az hazaviszi a 8-at is. Igen. Nem kedves tom. Testépítő nézők, biztos nagyon nem, sokan vannak. Ilyen egyébként. Szerintem sok, hosszú az időn át bassza meg a... Nem bírt el a gyerek, pedig ki volt gyúrva. Igen, igen. Igen, igen, mondták, igen. Hogy nem jók ezek a gyúros srácok semmire. Semmi, nem vásárolni se lehet velük. De amúgy ez kurva nem sok teher, tehát hogy most a kötél a nehéz ebbe. Öt napi élelem. Vettél már a három emberre öt napi kaját? Hát sok mag. Sok mag. Mag. Hát magok, meg szárított izék, meg dolgok. Tízdak a trapista. Hát a faszt. Hát a faszt. Hát nem sajtot viszünk az ilyen dungeonba, hanem nem szárított dolgokat, zöldséget, izéket, gyümölcsöket. Léci, hozod a sok sajtot. Szomat a sajt. Egy darab alma naponta. A cicukának kell, ne egy zöldség. Zöldségeket, meg asszal gyümölcsöket. Kevés. Ez az alutasít hozzá. Kevés legyen az izék, kevés legyen a térfogat. De mégis hasztató legyen. De kell a pitét is azért nyomatták, mert összesütött. A kettes nehéz, te neked nehéz vért viselheted, van kettes?
De ahhoz kell hármas teherbírás. Úgyhogy akkor van háromos teherbírásod. Nem de fel. Képzettség követelmény. Egyen súlyérzék hát 30%. Én nem én csináltam. Igen, csak ilyenkor megkapod. Igen, elfelejtettük nézni a követelmény. Nem kapod meg, mert most mi úgy csináltuk, hogy mindent megvásárolsz. Ja, KP-ból. Tehát nem megkapta. Én a megkapós alapján csinálják. Igen. Nosom kezeim. Ezt moshatod, de ezt nem bírod el. Mosom kezeim, én nem értek hozzá. Azt mondtátok, felírjam, felírtam. Nehéz vért, ott van. Talán egyszer le is indulunk. Nem hiszem. De hogy is nem. Te figyelj, nem akarsz még visszamenni? De mit hagytunk ott? Ó, semmit. Istenem. Elindultok. Ó, bazd meg, ott van. Álljon meg mindenki. Nincs nálam zsebkendő. A gázt elzártuk? Ne. Hogy jó. Fél út, bazd meg a macska kaja. Tényleg? Mit teszik a macska, bazd meg. Jó, megvan minden? Meg. Le van írva minden, ami le van írva. Jó. Akkor síp. Végre el tudom. Találtam madársípot. Találtál, van. Madársíp. Most már csak induljunk el. Szegény Attila várta, hogy újra mágusozzunk. Nagyon. Igen. Hát gondoltam, hogy eljutunk valahova, nézők is tudják, hogy mi történt, meg várták a folytatást, mi lesz az izgalom, és most várniuk kell a következő részt. Sajnos. Elment az időnk, nagyon. Hát, nem tudom, hogy mivel. Nem a vásárlással. Hát de vásáron is kell valamikor. Hát most, de. De ha nem vásárolunk lett volna, akkor az van, hogy na, van-e a kréta? Hm? Van-e? Nincs mi? Van-e? Nincs. Hát, én mondtam volna, hogy pedig... persze a zsebemben mindig van egy kréta. Pedig, ha vásároltatok volna, benne van az előtörténetemben. Hogy én vagyok a krétás rác. Krétagyáros volt apám. Szóval, nagy igen, innen üzemben. Fogjuk folytatni, mert fontos, hogy mi van nálatok tényleg, mert hogyha... Hát akkor meg... Ez tényleg ez fontos volt. Krússal. Következő alkalomkor találkozunk. Bye bye! Sziasztok, hello! Sziasztok! Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélges és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Köszönjük Patreon támogatóinknak Elemelem, Blacksheep, Navarik, Vangrizár, Ufer Valentine, Melchior, Miyamoto, Musashi, Slityu. Köszönjük szépen Twitch feliratkozóinknak! Los Blancos, Milán, Gófer Valentine, Norbi Papa, Amnos, Dobó Kapitány, Zolax, Lao, S. Bence, Atomó, Salifater, Mjölnir Storm, Varug, R. Petya, Akonag, Hightech és Dvangrizár. Köszönjük!